7000 fiúból kellett kiválogatnia azt az ötöt, akik a legjobban táncoltak és énekeltek. Bravo újságban ilyen érdekes dolgot találtam. Hát ilyet még sosem hallottunk egy sztártól sem, azt tuti. Janet Jackson így nyilatkozott. Szerintem a szereggel a megegyezés értelmében nem sokára nagyon csinibili NSYNC babák látnak napvilágot. De az első kollekcióban még nem a fiúk lesznek, hanem három lányka, akik természetesen NSYNC rajongók. Jövő héten az új klippel jelentkezünk majd. Az est hozzá. Második helyes megfejtés. A harmadik helyes megfejtés, nem tudom hova rakni ezt a rengeteg nyereményt. Rekről. A te ajándékod lesz ez a Cisco póló. Megfejtünk Mitki Ádám. Szest mindenkinek köszönöm a helyes megfejtéseket. Most jöjjön a heti rejtvényünk, és utána kezünkben egy-egy tárgyat, egy objektumot, és mind a kettő nézhető, és hallható, és fantasztikus minőségben. Ez egy videókazetta, ez pedig DVD. Magyarosan DVD. DVD. Nehogy a nyelvőrök ránk pirítsanak. Ez a kiadványa tavalyi dupla SAP felejthetetlen nevű rendezvénycsarnokban rendezett koncerten készült koncertfilmet tartalmazza. Nyilvánvalóan a hat új videoklip köztük az itt bemutatásra kerülő Ideális Popstar című közönség riasztónak is beillő mű videóverziója. Ugyanezek az anyagok itt a sztereóban található a videokazettán, a DVD-n ugyanezek az anyagok sztereóban, ahogy a VHS-en is, illetve a koncert az 5.1-es hanggal is, hát számtalan extra. Na ez mit jelent? Szóval iszonyú high-tech az egész, mert szerintem ez eddig az összes klippen, meg most így nagyon átmentünk a cyber világba. Úgy érzed? Én úgy érzem, igen. Tehát az 5.1 mit jelent? 5.1-es. Amit itt látunk, ez két hangszóró. Igen, ezt meg ez 2.0 momentán. Aha. Úgy lesz belőle 5.1, hogyha... Még hármat mellé. Igen, meg még egyet alulra egy ilyen mély hangsúlyozott, az a pont egy. Tehát ilyen egyszer. Vannak olyan hangrendszerek, amelyek... Hogyan készült? Nem, figyelek, hogyan készült a koncertfilm? Tehát hogyan készült ez az egész között, a hány kamerával, milyen technikai vezés, stb. Stb. Mind a két napot rögzítettük, mert hogy két napos, mind a két napon használtuk azt a csak nem tucatnyi apró kamerát, amelyeket a mikrofonokra, hangszerekre, egyéb színpadi pozíciókba rögzítettünk, és amelyeknek a képét kivetítőkre vetítettük ki. Az ottaniak, akik eljöttek a koncertre, láthatták a helyiek kivetítőn. Tehát azok, akik ellátogattak erre a két koncertre, vagy a két koncert valamelyikére, és ezeknek a kameráknak a képei láthatók az Ideális Popstar videó verziójában is. De csak ott, mert megpróbáltuk úgy összevágni a koncertfilmet, hogy a professzionális kamerák képeivel keverjük ezt a képet, de hát nagyon különböző minőségű volt a kettő, így egy dalba sűrítettük ezt. És a kis kamerák képeit lehetett látni kivetítőn? Így van. Mert pont ezt akartam megkérdezni, hogy a klipet nézve, hogy végig a kamerának játszol, tehát úgy van összevágva a klip, hogy a kis kamerákban nyújtogatod a nyelved, meg nagyon félelmetes az egész, és hogy abból vajon mit élvezhetett a közönség, mert pont a hátad mögött vannak bizonyos helyzetekben, de így már értem. Hát tulajdonképpen azért játszom a kamerának, mert a klip alapjául szolgál. Ezeket a profi dolgokat, ezt mind te találod ki? Nem. Vagy akkor... Nem, hát vannak segít. Az ő ötletei, kamera beállításai határozzák meg azt, hogy milyen képeket lát a néző, illetve Hortobágyi Gábor nevét említem szívesen, aki ezeknek az apró kameráknak a kezelője is, megszállott fejlesztője is. Ezek a fejlesztések, ezek a nagyon profi dolgok, ezek külföldről érkeznek, tehát az ötlet... Nem, az ötlet is magyar, meg a megvalósítás is magyar. És szerinted itthon mondjuk a hozzád hasonló technikai felszereltség más együttesek vagy előadók esetében létezik? Vagy biztos, lehet, hogy létezik, azt egyáltalán nem lehet mondani, hogy általános volna, de hát nagyon sok igényes magyar produkció van képileg is, úgyhogy kellett egy kis idő, hogy többen rájöjjenek arra, hogy még nem a szombatesti diszkó playback fellépés az igazi, úgy hiszem, mert akkor el kell határozni, hogy azt a gázsit föladja. Hogy ezt elhatározott, hogy nem lesz egy jobb klip. Nem, de másra is lehet fordítani az erőforrásokat, meg az energiáikat, tehát nem szombatonként nem eljárni kell, hanem mit tudom én, mi más kell csinálni, vagy ki kell találni egy forgatókönyvet, vagy meg kell keresni azokat az embereket, akikkel jól lehet együtt dolgozni, akik hasonlóan. Láttam, hogy nézted a klipet, és így mozgott a szád. Tehát mint egy együtt énekeltem, hát a skizofrénia első jelei mutatkoznak rajtam, ezt lehet mondani. Hát szerettem ezt a dalt elsősorban, és azért, mert egy abszolút kompromisszummentes dal, mindazok ellenére, hogy nem rádióbarát
több szempontból sem. Például van benne, nehéz a gitárt kivágni belőle, igen, tehát ha van benne. Azok a szövegek, amiket végig a lemezen írtál, vagy amikor hát most az új lemezen megjelentek, a Hűség című lemezen, azok nagyon közel állnak a szívedhez, vagy a lelkedhez? Hát, mondjuk a szövegét egy idő után már nem érted annyira aktuálisnak? Persze, hogy van. Hát a régi dalok között számtalan olyan szerepel, amelyből inkább paródia verziót játszunk, mert koncerten vagy egyáltalán. Most? Többet is mondjak, hogy aztán már, hát először is itt van az Indian Pants című dal, amelyiket koncerten hosszú-hosszú ideig a paródia szöveggel fejeztünk be. Tehát az utolsó refrén az az Irigy honnan mi ígyféle paródiának a szövege volt. Tehát úgy gondolom van önirónia inkább ez. Ez akkor a poénnak nem tűnik, de láttam már mondjuk tatai nagy vidéki koncerten egy komplett zenekart lehidalni. A közönségben megszokhatta, hogy sokkal felszabadultabban fülig érő szájjal játszik a zenekar. Neked még nem jutott eszembe, hogy külföldre nyis? Hogy, de a helyzet az, hogy ezzel egy ideig nagyon sokat foglalkoztam, nagyon elhittem naívul, hogy azt, hogy én tehetséget meg erőt érzek magamban, meg abban, amit csinálok, az elegendő ahhoz, hogy az ország határokon kívül is esélyt kapjon. Voltak angol szövegek is. Ezek lesznek is, mindig is lesznek. Most például a Hűség legjobb dalaiból szeretnék egy kivonatos olyan 7-8 számos angol nyelvű lemezt megjelentetni, vagy idén össze, vagy jövő tavasszal, majd ahogy idő engedi. De elég. Itt Magyarországon? Természetesen mindig is így volt, ez már igen. 5 korábbi ilyen kiadvány, angol nyelvű kiadványom kapcsán is így volt. Persze az ember mindig meghagyja a lehetőséget, hogy ezeket promóciós eszközként is felhasználja majd egy hatalmas nagy hétmérre külföldön. De biztos, hogy ebben? Meg vagy köszönve. Hát 33 évesek, hát a popzene az a 20 évesek, a 20 évesek műfaja. És már nem tudod megbotránkoztatni. Foglalkozni, és nagyon sok aspektusával foglalkozom a produkció. A meglevő produkcióknak is új meg új kihívásokat szeretek valahogy belevinni a dologba. Ilyen volt az a DVD programozás is, mely a felhasználó számára teljesen érdektelen, de hatalmas nagy küzdelem volt. Tehát 3 hónapig tartott csak a programozás, 6 hétig tartott csak a képvágás, 6 hétig kevertük az 5.1 hangot, 1 hónapig a sztereó hangot, úgyhogy elég sokat foglalkoztunk vele, és aztán most elgondolkodhatunk azon, hogy hány DVD játszó tulajdonos van Magyarországon, és közülük hányan fogják megnézni. Persze. De úgy érzed azért, hogy megérte? Mindenképp. Hát persze. Persze nem anyagi szempontból, az ilyenkor egy ilyen úttörő kiadványnál ez nem elsődleges szempont. Lehet, hogy úgy is megtérül majd egyszer, de nem ez volt a fő szempont, hanem az, hogy valami új dolgot csináljunk, és ez biztos, hogy sikerült is. Akik értik ezt a formátumot, szeretik, azok nagyon érdeklődnek iránta, a szakmai kritikája nagyon-nagyon pozitív, az összes eddigi visszajelzésünk nagyon pozitív a dologról, mindenki érzi azt, hogy ebben rengeteg energiát fektettünk. Ez volt az egyik célunk, hogy a meglevő rendkívül igényes DVD tulajdonos, vagy a DVD-t jól ismerő közönség számára egy referencia kiadványt készítsünk, és a másik cél, hogy olyanokat is megismertessünk a médiummal, akik ezt nem ismerik még, vagy eddig nem foglalkoztak vele, az is sikerülni látszik, rengeteg e-mailt kapok az ügyben, hogy nagyon sokan emiatt a kiadvány miatt vásárolnak DVD játszót. Hoppá! Hát nagyon büszke vagyok. DVD játszó, kedvezményes Ákos. Nem DVD-re. Kedvezményes, de DVD játszó. Itt marad, ezt és nem sokáig. Szoktál mindig sorsolni, és igen. Gondoltam, hogy és kinek szánod? Kié legyen ez? Hát úgy gondoltam, hogy most ne egy mondjuk NSYNC-hez kapcsolódó játék nyereménye legyen, hanem valaki olyas, valaki nyerje meg, akit ez érdekel. Rendben. Úgyhogy szerintem írjanak be azok, akik szeretnék megkaparintani, és közülük sorsolt ki. Oké, csodálatos. Hát akkor írjatok Ákos jeligére, és most nézzük meg az ideális posztert, aki eddig itt mellettem, és most énekelni fog.